Sziasztok, jó reggelt, ez az Autók a Valóságban autós tesztelős műsor. Ebben a műsorban nem nézzük át az autókat alaposan, kívülről, belülről, hanem elmondom, hogy az autó miért jó, miért kell megvenni, miért nem kell megvenni, és egyáltalán azt, hogy érdemes azért az autóért dolgoznod, tehát fizetni rá a hitelt, vagy pedig érdemes az autóért pénzt kiadni, értem az olcsó kategóriás autóknál megvásárolni KP-ra. Sok autót szeretnék tesztelni, elég sok autóhoz hozzáférek. De mivel, hogy ez egy próbaverzió, az első ilyen teszt, ezért a műsornak a szimulálához megfelelő autót tesztelünk, egy 2002-es 1.4-es piros Seat Ibizát. Elég sokan vannak, akiknek nincs pénze drágább autóra, ezért kértenek KP-re régebbi autót venni. Nagyon-nagyon nagy a kínálat. Én is ebbe a hibába estem, hogy szarul kerestem, és ezért vettem egy 1.4-es piros Seat Ibizát. És azt kell mondanom, hogy egy nagyon-nagyon jó választás volt. Az autó a korához képest baromi jól dolgozik, teszi a dolgát, hál' Isten, előttem már elég sokan kigyötörték a lelkét, kihasználták, és egybe maradt. Tehát ennyi idős autónál nagyon sokat számít az, hogy nem csak ez az egy példány van egyben, hanem az úton futó Ibizák ugyanolyan jó állapotban vannak, mint az én Ibizám. Tehát elmondhatjuk, hogy ez egy igen jó vétel. Nagyon sokan úgy hívják, hogy a spanyolok átka, mivel egyet tudok érteni, mert sok apró hibája van az autónak, ami ideesítő, ablakemelők mindegyikbe elromlik, hogyha nagyon reggel van még, tehát az ablakemelők elromlanak, ezt egy ajtókárpi szétszedéssel meg tudod akadályozni, hogy egy műanyag pöcök ne törjön el benne. A klímám nem működik, nem csak tölteni kell a gázt, nem működik, de ettől függetlenül a belső kárpitok, a műanyagok nem koptak el. Tehát, hogyha beülsz az autóba, akkor egy igen jó élményt tud adni, mert csillog-villog az egész, lefőtt kis szilikonápolóval, és egy teljes új autóba ülsz benn. Az autónak akkor meg igazán az előnye, amikor majd egy évig fogod használni, és sajnos ez így van, hogyha neked ilyen autóra van pénzed, akkor ilyenek a barátaid is. Ugye mindenki egy bizonyos kaszba tartozik, és ők lehet, hogy megveszik a hiteles autót, és használják, és nem nézel ki olyan jól te az Ibizában, mint ők a másfél éves Volkswagen Golfba például. Ennek az autónak akkor lesz igazán nagy érték, amikor eltelik majd egy év, és azt látják, hogy mindig ezt az autót használod, és a tiéd, és ugyanolyan jól működik, mint az őké, és ugyanolyan élményt ad, és te még mosolyogsz az autódba, mert ez már egy új keleti autó, tehát már egy új autó élmény benyomását kelti, nem fizetsz rá hitelt. És hidd el nekem, hogy a Seat Ibiza el fog téged vinni ugyanoda, ahova a többi autó, és meg fogod az autót kedvelni, sőt meg fogod szeretni az autót, mert hiba nélkül fogja tenni a dolgát, nem fog neked fájdalmat okozni, és nagyon kényelmesen fogod használni. Elmentem az autóba a Skóciába, 14-15 órát ültem benne, és mindenfajta testi fáradtság nélkül szálltam ki az autóval. Ráadásul két személlyel iszonyatosan megpakolva az autót. Az autónak még egy nagy előnye, hogy ez egy hatchback, tehát ahol a hátsó üveg, ott a hátsó lökhárító is. Nagyon könnyű elparkolni. Kívülről belül kicsi az autó, de ez egy varázs doboz. Biztos láttátok az angol Dr. Who című filmet. Van a kis fülkéje, ami kívül kicsi, belül meg baromi nagy. Ez is ilyen. Tényleg nagyon nagy az autó. És még azt el kell mondanom az autóról nektek, hogy aki ilyen autót szeretne vásárolni, az nyugodtan vegye meg, ne habozzon, két légzsákunk van, détális klímánk, hatalmas rádió kijelzőnk,
Kb. Ennyi. Tehát ez a műsor erről fog szólni, lehet, hogy nem. Neked mondtam most néhány valóságot, de akihez el kell, hogy jusson, el fog jutni, és ő nagyon fog neki örülni. Ezért nem mutattam az autót kívülről, belülről, mekkora a csavaktartója, milyen a motorja. Csak nagyon kökörülnakba. A motor az egy, ugye ez egy Volkswagen Polo motor, ez már garancia arra, hogy nem fog tönkre menni, az enyémben is 160.000 km van, és tényleg nagyon jól le van az autó hangszigetelve, nem zúdul be a utca zaj alatt, motorzaj, akkor azt mondja, hogy teljesen tudottan ülök benne. A csomagtartó annyit fog mondani autóknál, hogy használható vagy nem. Igen, itt most használható. A belsőt megcsinálni, hogy elkopik a belsője, leamortizálódik az évek alatt. Ennek a Seatnak nem kopik el a belső és nem amortizálódik le. Sőt, szerintem egy igen kifejezett kis, szerethető kis belsője van. Remélem, hogy tetszett ez a kis apró szösszenet. A következő műsorban szeretnék Insigniát tesztelni, és az Insigniáról elmondani, hogy aki dolgozni akar egy Insigniáért, az dolgozzon az Insigniáért. És mindig abban a gondolatban fogom ezeket fölvenni, hogy én már arra gondolok, hogy megérett emberek vagyunk, és egy autót nem 2-3 évre vásárolunk, főleg mivel, hogy ezek nagyon-nagyon nagy anyagi megterhelés, és megéri ezt a nagy anyagi megterhelést az az autó. Én autóimádó vagyok, és azt mondom, hogy ha egy autó jó, és az a szíved vágya, akkor azt meg kell vásárolni, használni kell, és nem szabad arra gondolni, hogy az autó most mennyibe kerül. Persze értem ezt az alatt, hogy ezt te ki tudod fizetni. És de viszont nagyon ellen de vagyok annak, hogy valaki kiadjon valamiért egy iszonyatosan nagy összeget, ami szar, mert sokkal jobb autókat meg lehet venni a piacon, ami sokkal jobban használhatok. És mivel elég sok autót vezetek, érzem azt, hogy az autóknak lelke van. Az valamelyik autó átadja azt, hogy őt szeretni kell, valamelyik autó meg egyszerűen csak használni tárgy, és az marad, akármit csinálunk az autóval, és egy kupac pas lesz az egész, és nem tudsz hozzá el kell kötődni. Ez a kis Ibizához szerintem nyugodtan lehet kötődni. Ez úgy megszeretteti magát. Csak egy gyors összehasonlítás. A piacon a legnagyobb vetétása most ennek az Ibizának árba, használhatóságba, én azt mondom, hogy talán az Opel Corsa az, ami még így elgondolkodtatna az embert. Érdemes beleülni, kipróbálni, és ne felejtsétek el, hogy egy autóvásárlásnál nem arról szól egy próbaút, hogy kimentek vele a vevő udvarából, elmentek a ház sarkába, megfordultok, visszamentek, nem érzitek az autót, mert az első 15 percben még szinte azt sem tudod, hogy hol a kormány. Nem az, hogy figyelj arra, hogy most ez neked mit ad az autó, milyen élményt fogadni az évek során. Úgyhogy hosszú teszteket fogok nektek mondani, olyanokat, amiket én már nem 1-2-3-4 alkalommal vezettem, hanem nagyon-nagyon-nagyon sok kilométert megtettem én ezekkel az autókkal. Fogunk tesztelni Renault-okat, amikről nagyon sokat fogok nektek beszélni, hogy miért, azt mondom, hogy halljátok. Akkor lesznek teherautó tesztek. Nagyon sokat tudok a teherautókról, hogy miért jó egy teherautó, és miért jobb egy teherautó a másik teherautónál. Lesznek új BMW tesztek, az fantasztikus lesz. Mercedesek, Nissanok, Juke-ok, az érdekes lesz, meg kis autók teltesztek. Szóval,
Ibizát akarsz venni, megéri neki venni a pénzt. Köszönöm, sziasztok!